Szia mindenkinek! Ez egy kis videó, nem túl hosszú, de remélem, hogy lesz érdekes minden esetre. Ma beszélek az olasz tésztáról, mert hallottam a külföldiekről tényleg borzalmas dolgokat. Az olasz tésztát így csinálják. Veszetek csak tényleg olasz tésztát, mert sok típus van, és Olaszországban is változik. Például van egy kis falu kampányában, Gragnano, és ott a teszta keményebb. Tehát majdnem 20 percet kell várni. Normálisan 20 percre kell várni, de normálisan 15 perc eléggé. Tehát veszitek a teszta, többé-kevesbé 75 gram személyre elég, hogy sokan éhes vagytok, és majd veszitek egy fászéket, és megtöltitek vízzel, várjatok, hogy for, teszitek egy kicsi nagy sót, mint 2-3 kis kanál, és most teszitek a tesztet, és várjatok 15 percet, vagy kevést is, mert szerintem így ízletesebb. És amikor a teszta még egy kicsit kemény, mondjuk, hogy az al dente, la pastaja al dente, és dente jelenti, hogy fog, mert érezzék a foggal, amit teszik. Végül leszűrjek. Majd egy másik videóban fog beszélni az ízlésítésről, de csak egy tíros dolgok. Ketchup és furcsa dolgok, nem olasz mártások. Tehát, ha szeretek így csinálni, semmi baj. Csak nem mondjatok, hogy az olasz étel, mert nem igaz. Majd tanuljunk meg néhány kifejezést. Ez szerintem a leghasznosabb. És fordíthatjuk na-val. Például, dai, vieni qui, na, gyere ide. Majd, oddio, úristen. Mondjuk is, hogy mamma mia, anyukám. Például, oddio. Valami megesett. És majd sfiga, van szerencse, és emlékezzetek az est, és mert nélküle egy másik szó sokkal rosszabb, mint az első. Majd che fortuna, milyen szerencse, vagy más lista, és vagy grazie a Dio, vagy latinul is Deo gratias, és ez jelent, hogy hála Istennek. Majd tök jó, che figata, mizu, novita, che mi dici, és mit szépet csinálsz, che fai di bello, és ez cukibb, mint cosa stai facendo, vagy cosa fai. Okay? Elég. Remélem, hogy értető és hasznos lett. És szia-szia! Viszlát nem sokára!